Nem megfelelő az államosított romániai ingatlanok visszaszolgáltatási mechanizmusa, állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A rendszerváltás óta a hatóságok számos jogszabálymódosítással próbálják megoldani a helyzetet, ám ezek alkalmazása nem egységes. Az Emberi Jogok Európai Bírósága keddi döntésével kártérítésre kötelezte a román államot azoknak a panaszosoknak a javára, akiknek a visszaszolgáltatási ügyét nem oldotta meg. A bíróság úgy értékeli, hogy a kommunista rezsim alatt államosított ingatlanok visszaszolgáltatási mechanizmusa nem megfelelő és továbbra sem működőképes. 2017-ben 53 romániai állampolgár fordult az Európai Bírósághoz, mindannyiuk esetében jogerős ítéletet kötelez a tulajdonjog kiadására vagy kártérítés fizetésére. Ennek ellenére a felperesek egyike sem kapta vissza jogos tulajdonát vagy a megfelelő kártérítést. Pantilimon Ricard ügyvéd híradónknak elmondta, évente több mint 3000 per indul Románia ellen, ennek egyik oka a hosszadalmas, túlbürokratizált folyamat. Romániában egyrészt annyira sok a kártérítési per, hogy ezt anyagilag is nagyon nehéz, hogy fedezze a kártérítéseket, és ezért van az, a személyes véleményem az, hogy ugye bürokratikusan olyan rendszereket hozott létre jogszabályok által, amelyek nagyon hosszú folyamat által idézik elő a kártérítéseket. És ebből következik az, hogy az Európai Bíróság a türelmét elveszti, ugye? Hozzátette, Románia a negyedik állam Törökország, Oroszország és Ukrajna után, amellyel szemben a legtöbb perindul a strasbourgi bíróságon. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete továbbá kimondja, a bírósági végzések betartásának tartós elmulasztása és hatékony jogorvoslat hiánya túlzott egyéni terhet rótt a felperesekre, ezért a döntés alapján a panaszosokat egyénenként 10 000 euró kártérítés illeti meg.